Sziasztok, ez itt a Lapról Lapra, és jobb későn, mint soha, íme az őszi TBR. Igen, reltelt szeptember, de most jutottam el idáig, hogy meséljek arról, hogy mit tervezek még az ősszel olvasni, hát végülis még van még 2 hónap, illetve ebbe beletartozik a kötődősz kihívás TBR-om is Csabához, úgyhogy ez is benne lesz ebben a kis csomagban, illetve még ugye a saját kihívásom hátra maradt könyvei is. Úgyhogy ha már szóba hoztam, akkor először kezdjük is azzal, hogy mit tervezek olvasni a kötődőszre, mi az, amit már elolvastam, és mi az, ami még hátra van, a nagy része hátra van. Szerintem megyek is pontok szerint. Az első könyv az egy könyv, aminek a címében szerepel az életszó, és hát sokat gondolkodtam, hogy melyik legyen az, mert azért van bőven ilyen könyvem, de hát úgy mondjam, az élet zajlik, és nem véletlenül csúsztam el a videókkal, úgyhogy most nagyon-nagyon szükségem van erre a könyvre. Az Sunmyo Masumoto-tól az Zen az egyszerű élet művészete című könyv, 100 zen gyakorlat a szebb és nyugalmasabb hétköznapokért. Hát azt hiszem magáért beszél, amúgy is gyönyörű szép könyv. A 21. század kiadótól, és hát igen, benne vannak azok a gyakorlatok, amire amúgy mindenkinek talán szüksége lenne, de úgy érzem nekem most különösen. Második pont. Egy könyv, amelyen szerepel a barátság címke. Ezt a könyvet már elolvastam, még nem fogok beszélni róla, majd az összegzőmben, de ez Amber Smith, amilyen akkor voltam című könyve. Szintén egy megerőszakolós történet, ami beleillett itt a augusztusi olvasmányaim után a sorban, és hát rajta van a barátság címke, úgyhogy őt választottam ehhez a ponthoz. Következő. Egy könyv abból az évből, amikor regisztráltál a moly.hu-ra a legelső megjelenés szerint. Hát ez visszatartott eddig ez a pont, és gondolkodtam emiatt is, hogy lehet, hogy ezt most nem fogom tudni teljesíteni. De hál' Isten, ugye minden hónapban olvasunk egy Jodit Katával, és találtam egy Jodit, amit még nem olvastam, és pontosan 2013-ban jelent meg, amikor regisztráltam a moly.hu-ra, és ez a nagyon, nagyon kis, rövid vezeklés című könyv, ezt amúgy is terveztem már korábban, csak mindig félek, mert nagyon sokan azt mondják, hogy ez a legjobb Jodi könyv, és hát egyrészt ott nagyok az elvárásaim, alapból is, így aztán végképp. Azon felül meg, hát még vár rám azért jó pár, úgyhogy remélem, hogy nem teszi még magasabbra a mércét, mint szokott. Ebben ugye megjelenik Auschwitz és a holokauszt, szóval kemény témába nyúlt Jodi, ahogy szokott, és várom már nagyon, úgyhogy ő lesz a 2013-as megjelenés. Egy könyv, amelynek borítóján szerepel fa, ezt is már elolvastam. Geneva Rose hiba volt, ide jönnötök, ugye látszódik az erdő és a fák. Erről sem fog beszélni, majd az összefoglalomban. Érdekes olvasmány volt. Az biztos. És egy könyv, amit újraolvasol, ez volt nálam az egyik legkritikusabb pont, mert mivel itt vár közel 700 könyv, ezért nem nagyon szerettem volna újraolvasni semmit. Mármint van olyan, amit szívesen újraolvasnék, csak most haladnék, de aztán eszembe jutott egy könyv, amit régen olvastam, és nem folytattam a sorozatot, így jó lesz, úgymond feleveleníteni az első részt, hogy aztán be tudjam fejezni a sorozatot, és ez nem más, mint a Fogoly a sötétben című könyv, ami már azért jó régi, és megvan a második rész, meg az epilógus, amit nem folytattam akkor, mert az nem rég lett meg. És ha megig akarom olvasni, akkor ezt úgy szerintem gyorsan fel tudom eleveníteni, mert rövidke. Úgy gondoltam, hogy ez most akkor belefér újraolvasásnak, mert gyors, nincsen 300 oldal, és
Nyilván az újraolvasás azért jobban pörög, mert nagyjából emlékszem. Gondolom, sokan ismeritek, azt tudom, hogy nagyon nehéz beszerezni ezt a könyvet már. Kélebről szól és Oliviáról, és Kéleb elrabolja Oliviát. Egyrészt bosszúállás eszközeként, másrészt, hogy rabszolgát csináljon belőle szexuális úton, úgyhogy durva egy könyv, megérdemli a rázós könyvek címkét. Ezt nagyon rég olvastam, akkor tetszett, mert hatással volt rám. Azóta már nyilván sokkal több hasonlót olvastam, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy felnőttebb fejjel is tetszeni fog-e. És nyilván van a közös könyv, én az Életvonal című könyvet választottam. Szerintem több is volt, ami érdekel, de ez volt, ami leginkább felkeltette az érdeklődésemet. Úgyhogy szerintem izgalmas lesz, és eddig csak jót olvastam róla. Nem olyan, amit általában olvasnék, lehet, hogy magamtól észre se vettem volna, úgyhogy ha nagyon fog tetszeni, akkor ezúton is köszönöm Csabának, hogy ismét egy jó könyvet mutatott nekem. Most szeptember közepe vége felé vagyunk, ahogy felveszem ezt a videót. Szeptemberre épp most olvasom még az Ítéletet, ez a szeptemberi közös Jodi Picó könyvünk. Hát még van azért bőven belőle, de ezen kívül még egy könyvet tervezek szeptemberre. Nem mondok róla semmit, eddig izgalmas. Van benne itt boszorkánykodás, meg képzeljétek el, egy férfi, aki állítólag fiatal lánykorú ellen követett el szexuális zaklatást. Nem tudom, mi van. Lehet, hogy nem tudom. Esküszöm véletlenül, el sem olvastam a főszöveget tele. Úgyhogy kíváncsi leszek, mert még nagyon az elején vagyok. Amit még tervezek szeptemberre, az egy új megjelenés, és ezúton is nagyon szépen köszönöm a Multiverzum kiadónak, mert szerelmes vagyok ebbe a könyvbe. Szerintem csodálatos. Jó, tudom, koponya, és valaki frászhoz, de szerintem nagyon szép könyv, és nagyon igényes. Nagyobb alapú is, mint a legtöbb könyv. És jó szellősen van megírva, tördelve, úgyhogy első ránézésre nagyon igényes, és már nem bírtam ki, bele is olvastam a Minden élők és holtakban, Hayley Campbelltől. Hát az alcíme többet mond el, a balzsamozóktól a hóhírokig mindazokról, akiknek mestersége a halál. Igen, ismét vidám könyv, de megláttam, és mondtam, hogy ez nekem kell, ez szerintem nagyon izgalmas. És beleolvastam a bevezetőbe, hát már megfogott, alig bírtam letenni, hogy nem, még nem ezt kell olvasnom. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, mert ez a téma engem érdekel, ugye itt van a holtak vallatója is, hogy azok az emberek, akik ennyire közel állnak a halálhoz, és mindennapjaikban benne van, azok ezt hogyan élik meg, hogy tudnak normális életet élni tulajdonképpen. Úgyhogy remélem, erre választ kapok ebben a gyönyörű szép könyvben. Az baj, ha szerintem ez gyönyörű szép. Na, ezzel megvagyunk, akkor jön október, 3 új megjelenést tervezek olvasni, és 2-t az én saját kihívásomra, ami anyukám emlékére készítettem. És hát kezdjük ezekkel. Ha már a halál témánál elárunk, akkor Valerie Penin másodvirágzása lesz ez a kis könnyed, kellemes olvasmány. Ugye ez egy temető gondnok története, úgyhogy csupa vidámság ez az ősz amúgy is. Úgyhogy ezt nagyon várom. Nagyon-nagyon-nagyon jókat olvastam róla. Bár nyilván, mint az augusztusi összegzőmben kiderült, ez nálam nem jelent semmit, de ebben bízom, hogy ez nekem való lesz, és méltó olvasmány a kihíváshoz. A másik ilyen az Erkelényi Angelika, az Ártatlan a golfnő árnyékában. Ugye ez ahhoz a ponthoz kell, ami már régóta a polcomon áll, és még nem olvastam el, és azért őt választottam, mert hasonlóképpen hunyt el, mint az édesanyukám, és így gondoltam, ez így passzol az emlékekhez, és amúgy is már régóta érdekel, és utálom, hogy még nem olvastam el. Báthori Erzsébet udvarában játszódik ez a történet, ugye 17. század elején. Úgyhogy ez nekem való, ugyanis szeretem ezt a korszakot. És az új megjelenések, az egyik már nálam is van.
És ez nem más, mint az a bizonyos októberi közös Jodi. A Nem ér a nevem, a legújabb Jodi Picoult könyv. Ő lenne az. És biztosan méltatni fogom. De muszáj. Muszáj elmondanom, hogy zavar, hogy nem illik be a gyűjteményembe. Mert máshol van a logó, és más a betűtípus. De ha mostantól így jön ki a többi új, nem lesz gond, mert így is van már vagy három váltás így a Jodi Picoult gyűjteményembe, úgyhogy ez legyen a legnagyobb baj ezzel a könyvvel. Nagyon várom, nagyon kíváncsi vagyok, folyamatosan nézem, hogy Jodi turnézik ezzel a könyvvel ugye Amerikában. Nagyon izgalmasnak ígérkezik, bár nem tűnik a téma annyira Jodisnak, úgyhogy nagyon várom, mit hoz ki belőle. Aminek a neve Rúzsa, az más néven is épp oly illatos. Két nő, egyikük a Shakespeare-i drámák valódi szerzője, másikuk egy napjainkban alkotó, kezdő amerikai drámaíró. Évszázadok választják el őket egymástól, mégis mindketten egy férfi neve mögé rejtőznek, hogy hallathassák a hangjukat. Jodi minden témából jót tud kihozni, és ez egy jó téma, úgyhogy nagyon várom az októbert. A másik két új megjelenés, hát az egyik nem maradhat ki, az Didi Barker, és a Zárt ajtók mögött, ami, ha jól tudom, az első erotikus thrillere lesz. Nagyon kíváncsi vagyok rá, erről már ugye többször is beszéltem. A második könyv pedig ezen a vonaton mindenki gyanús, Benjamin Stevensontól. Ugye az első könyvét már olvastam tavaly, a Családomban mindenki gyilkost, és ez is izgalmasnak tűnik. Nagyon szerettem a stílust, azt, hogy megmarad a klasszikus krimi, mégis van egy ilyen humoros felhangja, és ilyen kiszólások az olvasóhoz, és tetszik az, hogy krimi írók fognak nyomozni ebben a vonatos történetben. És nyargaljunk át novemberre. Ott azokon kívül, ami a Csaba kihívásához kell, még két könyvet tervezek olvasni. Ez szintén az én kihívásomhoz kell, a sorsfordító történet Jen Kalonitától a Bírnod kell a célig. Már olvastam egy Disneyt a kihívásomhoz, a Úton a fény felé, az a jégvarázsos, de ezt is el szeretném olvasni most már, és úgyhogy sorra fogom keríteni, ehhez akkor így inkább kettőt olvasok. Ugye mi lett volna, a Herkules mégis az ölömposzt választja, és nem Megarát. A végén, hát nagyon érdekel. Illetve kell még egy könyvet olvasnom a saját kívánsomhoz, az anya szóval a címben, és ugye eredetileg ezt mondtam, hogy ezt fogom, a férjem anyját, mert nagyon érdekel. De valahogy a kívánsomhoz jobban illik az anyja lánya, a Michelle Francis-tól. Szóval szerintem meg fogom veletek szavaztatni, akár itt a kommentben, akár majd Instán, hogy melyiket szeretnétek, melyiket olvassam, mert ennek a története jobban érdekel, és jobb az értékelése is, viszont az anyalánya az úgy valahogy jobban passzol az egészhez. Ez az anyalánya arról szól, hogy két egyáltalán nem tervezte, hogy 10 évesen teherbe esik, de amikor így alakul, elhatározza, hogy mindig a lánya javát akarja, és megadja neki azt a szeretetet, amit ő nem kapott meg. Egyedülálló anyaként nehezen boldogul, de így emiatt még jobban összehozzák a kislányával a nehézségek. Aztán egy rémálom történik, és egy izgalmas sztori veszi kezdetét. A másikról már meséltem nagy vonalakban, de itt egy anyós kapcsolatról van szó, ahol az anyóst holtan találják, és hát a menny az nem nagyon volt ugye jobban az anyóssal, és először öngyilkosságnak tűnik, de aztán kiderül boncolás során, hogy nem. És innen indul az izgalmas kis történet, úgyhogy írjátok meg, hogy szerintetek melyiket olvassam el. Na hát ezek lesznek a terveim, vagy ezek a terveim, amiket biztosan elolvasok, még ehhez szerintem jönni fog pár dolog az éves tervemből, mert az így bővül, és nem vesztem le azokat, amiket akartam, de hát majd így szépen lassan, és remélem majd a téli tervekkel időben tudok érkezni. Úgyhogy ennyi lett volna, köszönöm, hogy megnéztétek, találkozunk legközelebb is lapról lapra. Sziasztok!